Veszeli István fotóst arra kérném, hogy avasson be minket a fény és az árnyék, a vizuális látásmód filozófiájába. István, hát mikor kezdtél te egyáltalán fotózni, és mikor került a kezedbe fényképezőgép? Hát teljesen véletlenül került a kezembe fényképezőgép, mert valahova fotóst kerestek, és egy ismerős mondta, hogy oda el lehet helyezkedni. Elmentem, mondtam, hogy grafikával foglalkozom, azt mondták, az nagyon jó, mert akkor legalább a kompozálást nem kell megtanítani, és így lettem teljesen véletlenül fotós. Nem volt soha szándékom előtte. Nem végeztél iskolát? Nem mentél lenni? Hát közben végeztem. Közben. 2 éve már a szakmában dolgoztam, ezért csak szakmunkás vizsgát kellett tennem, nem kellett járnom sehova. Práter utcába le kellett tennem a osztályvizsgát. Uh-huh. És amikor kezedbe vettél egy fényképezőgépet, annak már jó ideje. Akkor milyen fényképezőgépek voltak? Hát analóg fényképezőgépek voltak. És volt-e színes kép, vagy fekete-fehér? Hát színes kép az volt, de elég ritkán. Általában színes laborok nem nagyon voltak, vagy ilyen én egy vállalatnál voltam fotós, itt nem volt. Fekete laborok voltak inkább, de ha színest fotóztunk, azt az MTI-be vittük el, vagy egy jobb laborba nagyítatni. És te hívtál elő fekete-fehér fotókat? Hát azt igen, azt általában minden fotós csinálta abban az időben, az kötelező volt. Megmutatnád nekünk, hogy most jelenleg amivel dolgozol, hogy beszélj már nekünk, mesélj nekünk arról, hogy miből áll ez a szerkezet. Hát ez egy digitális gép, már ez mindent tud. Amit abban az időben nem is sejtettünk, hogy még meg lehet csinálni azt ezekkel a gépekkel. Egészen átalakult a fényképezés, egész más dolgokat meg tudunk már oldani, mint abban az időben. Abban az időben egy ilyen helyen, ha akart fotózni az ember, akkor be kellett világítani. Ma már ezt nem kell, olyan érzékenyek ezek a gépek, hogy ilyen rossz fénybe is simán lehet vaku világítás nélkül fotózni. Szóval ezek más világ, sokkal nagyobbak a lehetőségek, sokkal több készül ezért, tele van a világ már képekkel, mindenki fotózik valahogy telefonjával, vagy... Na, erre majd visszatérünk a telefonos selfies fotózásra. Azért kanyarodjunk kicsit még vissza, hogy te voltál grafikus is, vagy foglalkoztál grafikával is, voltak kiállításaid is. Hát inkább avval foglalkoztam sokáig. Ez a fotó egy ideig csak egy ilyen mellékszál volt, belecsöppentem, csináltam, de azért igazából mindig a grafika volt, ami érdekelt, vagy amit csináltam, ebben foglalkoztam leginkább. A fotó az igazából most kezdődött el itt Török Bálinton, amikor az Imándi iskolába kezdtem el dolgozni, és ott láttam, hogy annyi minden történik, de nincs jó fotóanyag róla, és akkor megbeszéltem a igazgatónővel, meg az egész vezetés úgy támogatta, hogy akkor kezdjek el fotózni. Belevették a munkaköri leírásomba, még pénzt is adtak hozzá, mert hát a kamera, meg a felszerelés, meg minden pénzbe kerül. A munkám az talán kevésbé volt, de a felszerelés legalább kijött a pénzből. Okay. Tehát tulajdonképpen megkaptad az alapfelszerelést, és talán amikor hívtak eseményekre, akkor mi fogott meg téged abban, hogy egy iskolán belül milyen eseményekre kellett menni? Mindenre. Az iskolában az ember mindent megtanul fotózni például, mert ott van sport, portréfotózás, mert gyerekeket az ember riportfotó leginkább, de mint tudod, nem csak ezekkel foglalkoztam, tablókat készítettem. Szóval az ember úgy elkezdte beleásni magát, itt kezdtem beleásni egyáltalán magamat a digitálisban, mert azt egyáltalán nem ismertem. És az elején nagyon féltem tőle, hogy nem is fogom, mert én nekem a számítástechnikához soha nem volt érdekem, és láttam, hogy mindenki, aki ebben foglalkozik, az meglehetősen ért a számítógéphez. Hogyan választasz ki egy gyerekarcot például a tömegből? Mert hogy ahogy megnéztem a fotóalbumokat, meg látjuk az Imándi iskolába is a folyosón, hogy te gyerekportrékat is készítesz. Hát mivel sok gyerek volt, kénytelen voltam gyerekportrékat is, meg sokkal hálásabb feladat, mint felnőtt portrékat csinálni, mert miért? Ők szépek. Hát mert szépek, aranyosak, jól mutatnak a képen, nem kell retusálni őket. Beszéljünk erről, hogy egy fotósnak milyen a komfortzónája, statikus vagy pedig? Hát én erre szoktam mindig mondani, hogy
hogy ki kell lépni egy fotósnak a komfortzónájából, nem az a normálisan állva fényképezek, vagy hogy az ember éppen megáll, ahol van, aztán csinálja az ember, de elkezd végig gondolni lentről, föntről, megpróbál érdekes helyeket, pózokat keresni, beállításokat keresni, hogy valamivel egy kicsit más legyen, ne az legyen a képen, amit te itt látsz, ahogy körbenézel, nem egy kicsit, vagy éppen az legyen, ahogyha ülve néznéd az egészet, nem állva. A gyerekeket amúgy is általában lentről fotózok, ott nagyon sokat mászkáltam a földön, térdeltem, googoltam. Az ember ezeket nem felülről fotózza, nem állva fotózza legtöbbször. Megyek oda. Oda mész, közéjük mész, igen. És úgy fotózod őket, hogy közben úgy érzik, hogy te, minthogyha ott sem lennél. Mert hát ez jön, is úgy érzem, mintha mintha a gyerekek között, te is úgy érzed, igen, magad, mintha gyerek lennél. Ez nagyon-nagyon szép gondolat, mert hogy én úgy látom, hogy neked azért van egy koncepciót, hogy szeretsz megmutatni, most egy picit menjünk el a gyerekportréktól, hogy kanyarodjunk vissza, hogy azért te fotóztál épületeket is, és van neked egy koncepciót, hogy szeretsz megmutatni például egy épületet? Igazából a koncepcióm az, hogy mindent, egy fotósnak mindent le kell tudnia fotózni valamilyen szinten. Szóval nem mindig a fotós csinálja a legjobb képet, de egy fotósnak mindig látványilag, képileg nézhető képet kell csinálnia, ez a feladata. Ez. Szóval igazából mindent valamilyen szinten le kell tudni fotózni. Ha az ember elsőre belecsöppen egy teljesen új témába, ott is kell valami, mondjuk elmegyek, karatét is elkezdtem fotózni, szerettem, mert megkértek, csináljam. Ezek mind újak, de az ember ezekbe is hiába nem fotóztam előtte soha karatét. Ha az ember fotós, ezt is meg kell tudnia csinálni. Lehet, hogy nem ismerem, mondják, hogy a karaténál ugye az a jó, hogy az ember ismeri a karatét, mert tudja, hogy mi következik. Én általában úgy vagyok, hogy ami képen jól mutat, látványos, az a karatéba is látványos, szóval az jó. Én mindig azt nézem, hogy a képbe jól nézzen ki, érdekes legyen, akciódus, az általában a szakmának is megfelelő fotó lesz a végén. Szóval ők is úgy mondják szakmának, akkor ez egy jó kép. Tehát amikor például egy foci bajnokságnál, vagy egy sportmozdulatnál, mondjuk a levegőbe ugrik, abból többet csinálsz, hogy megfogod. Hát persze, ma már, hál' Istennek. Megfogod a pillanatot? Vagy? Hát folyamatosan, egy foci meccsen folyamatosan követem. Állandóan szemem előtt van a gép, mindig figyelem. Általában az embernek kialakul egy rutinja, hogy látja, hogy amikor elkezdenek valami, ott hirtelen megmozdul, akkor elkezdi nyomni a gépet, mert tudja, hogy valami történni fog. Nem lehet elkapni. A fényképezőgépbe, például ezekbe a régiekbe, de talán az újabbba is, igazából nem látod, amit fotózol. Ha látod, amit fotózol, akkor az nincs a képen, mert ugye felcsapódik a tükör, amikor fényképez, és szóval amikor látsz egy baromi jól jelenetet a gépbe, akkor azt tudod, hogy nincs meg. Uh-huh. Szóval az a jó, ha nem láttad a jelenetet igazából. Szóval érdekes a fényképezőgép. Vagy. De amikor kiválasztod azt, hogy most éppen mit fotózol, akkor azért van valami koncepció a fejedben, hogy most mit szeretnél megmutatni. Vagy ezek ilyen önfelett elesett a fotó pillanatok? Az egy nagyon gyors dolog. Főleg az ilyen riportfotót, ott észnél kell lenni, figyelni kell, nem lehet lazítani. Egy pillanatokat fotózol, ezek nem beállított képek, főleg amiket én csinálok, ezek a riportképek. Ott kell lenni, elég fárasztó szellemileg is, néha fizikailag is, amikor egy napot ott tartod a fényképezőgépet szinte folyamatosan a szemednél, vagy esetleg több géppel cipelsz, szóval mentálisan is, meg fizikailag is sokszor fárasztó. Ma már ezért inkább már nem is nagyon vállalok. És egy ilyen helyen is ugye az ember leginkább lentről fotózik, térdel ül, mászik, kúszik, szóval fáll. Próbálok egy magasabb nézőpontot is, egy kipróbálok egy alacsonyabbat. Hogy föntről. De általában inkább lentről, inkább a horizont alá, vagy az ő szintjük alá próbál, általában az érdekesebb, vagy jobban mutat. Grimm Károly kupa után van egy olyan csodálatos gyűjteményed, ami a Bokréta néptánc csoporthoz űződik. Erről, ha nekünk mesélnél egy kicsit, hogy ez hogy kezdődött, ki keresett meg, hogy kértek fel erre? Hát az Ildi néni, az udvarhelyi Ildikó, mi nekünk volt egy ilyen
hallgatólagos jóba léptünk, mert én nagyon becsültem, amit ő csinált, mert nagyon színvonalasnak tartottam. Neki volt egy olyan sajátos stílusa, amit én szerettem. Sokszor kemény volt, de tudtam, hogy ő is szeret engem, annak ellenére, hogy nagyon mutattuk így egymásnak, de szerintem mind a ketten becsültük egymás munkáját. Hát ez egy jó, nagyon szép, nagyon jó fotókat lehetett csinálni. Szépek voltak ott is a gyerekek, ügyesek voltak, látványos volt, szerettem. Beengedett ő, amikor próbáltak akkor is a gyerekek a próbaterembe. Persze, persze. Tehát nem csak amikor már készen mentem. Volt egy előadás fönt a színpadon, hanem amikor a próba folyamatok voltak. Szerintem Ildikó nagyon szerette, hogyha fotózom. Ő mindent engedett, azt csinálhat. Volt valami ötletem, vagy valami, azt is megcsinálhattam. Ő igényelte, hogy menjek. Ő szerette, ha dokumentálom a munkájukat. Volt-e még ilyen felkérés, ahol úgy érezted, hogy megkérnek, és akkor te szívesen mész, és egy ilyen nagy szerelem van, vagy szeretet volt? Volt-e még ilyen munkád? Hát igazából mindenhova mentem. Ami a legintenzívebb volt, az az Ildikó volt, mert ő folyamatosan ugye csinálta. Hát abban az időben szerintem érdekes volt, amikor itt az Imándiba voltam, hogy hirtelen annyi program lett. Azért nem lett több program az Imándiba, csak hirtelen mindenről lett kép, és a honlapra elkezdtek fölkerülni a képek, és akkor az emberek rádöbbentek, hogy hoppá, mert egymás munkájáról se tudtak a tanárok, hogy ki mit csinál, és akkor arra is rácsodálkoztak, hogy te ezt csináltad, te azt csináltad. A szülők is szerintem szerették, mert próbáltam minden gyerekről lehet jó képeket csinálni, tőlem telhető jó képeket csinálni. Érdekes volt szerintem nekik, hogy betekinthettek az iskola életébe, olyan dolgokat láttak, amin ők soha nem lehettek, nem vehettek részt, nem tudták, hogy a gyerek mit csinál benne az iskolába. Erről is kaptak talán egy kis ízelítőt. Mivel foglalkozol mostanában, hogy azért még fotózgatsz? Hát persze, fotózgatok. Szeretek ilyen műtárgyat fotózni, lakásokat fotózok ismerősöknek. Azért én láttam olyan fotókat, gyönyörű esküvői fotókat is például. Volt az a gyerekem. A saját. Lányom esküvője. Lányod. De abban is van valami érdekes, izgalmas, mert ugye nem azok a beállított ülök, nézek, mosolygok, hanem erről az albumról azért egy pár mondatot mesélnél, hogy azért ott kimentetek a hosszúréti patakhoz. Hát két részből állt ez az egész, volt az egyházi, meg volt a polgári esküvő. Mind a kettőről készült. Az egyházi után igazából az másnap készült, mert ott fotós volt, én ott örömapa voltam, nem nagyon fotózgattam, sőt egyáltalán nem. De megbeszéltük, hogy másnap megint beöltöznek, és akkor kimegyünk a hosszúréti patakhoz, és ott csinálok ilyen úgymond kreatív képeket. Miért pont a hosszúréti patakhoz? Mert ugye ennek azért története van. Hát előtte azért fölmentünk az Anna-hegyre is, ott is készült már fotó. Hát jártam ki én nagyon sokat a hosszúrétre, talán egy évet, abból csináltam is egy kiállítást. De hát az csak egy töredéke, mert volt 10-12 kép a kiállításon, de hát több ezer vagy inkább 10 000 kép készült ott. Szóval abból lehetett volna akár nagyon sok kiállítást is csinálni, meg igazából úgy voltam vele, hogy inkább egy ilyen dokumentumszerű dokumentálni azt a területet, ami már nem úgy néz ki, mert beszálltad. Akkor teljesen vad volt, élt igazából, most le is van már, voltam nemrég arrafele, le van kerítve, fel van szálltva, egy nagyon rendezetbe se lehet menni. Tehát a hosszúréti patak, mint helyszín, egy esküvői helyszín, ez egy nagyon különleges helyszín, mert hogy általában ilyen kimennek mondjuk a kertbe, vagy egy kastélyba felsétálnak, és akkor ott beállítják az ifjú párt, ahol 25-ször is mosolyogni kell, és azért nem annyira különleges, ez azért esküvőkön ma már szokás, sőt, ennél sokkal komolyabb ilyen kreatív képeket készítenek. A másik az jobban tetszik, amit a polgári után csináltunk, amikor örömapák, örömanyák a gyerekekkel bementünk a városba, és egy vacsorára, de előtte akkor a gyerekekkel ott a bazilika környékén, meg ott a belvárosba elmentem, és akkor fotóztam őket. Az az anyag például sokkal jobban tetszik nekem, azt jobbnak tartom. Gyerekek is nagyon élvezték, hogy
sétálunk a városba, és valaki fotózza őket. Hogy vetted őket rá, vagy maguktól? Jó, nem kellett, ők akarták, ők kértek engem erre, nem kellett őket rávenni, ők akarták. Nem kellett ott semmit nekem beállítani, mind a kettő egy nagyon kreatív, jókedvű, intelligens ember, és ők úgy pózoltak, ahogy akartak, nekem csak fényképezni kellett, szinte irányítani se kellett őket, mert csinálták, amit ők gondoltak. Ez egy könnyű, jó szórakoztató dolog volt. Ez nagyon fontos, hogy szórakoztató örömteli, hogy általában, amikor fotózol, te mit érzel, hogy amikor olyan témákat találsz, ami téged érdekel, hogy utána megnézed, amit fotóztál, hogy örömet nyújt neked, vagy valamit segít, terápiát, vagy mit jelent a fotózás? Gyerekkorom óta alkotok valamit, ebbe élek, hogy ez a, gondolom mindenki, aki művészettel foglalkozik, ez folyamatosan ezen törj a fejét, ezen jár az agya, mindig kitalál valamit. Általában én kitalálok egy ötletet, és akkor ezt megpróbálom körbejárni. Mindegyik munkám így születik, ami nem a riportfotó, hanem amit kiállításra csináltam régen. Már nem csinálok. Mi lenne az a téma, ami még téged most érdekelne? Azt mondanák, hogy most csinálj egy sorozatot, és akkor kiállítás lesz belőle. Az igazság, annyi dolgom van, hogy nincs rá időm. Mostában inkább, ha elmegyek kirándulni, de ez is inkább a covidos idők miatt, hogy előtte nem nagyon vittem már gépet magammal, ha mentünk valahová. Feleségem fotózott a telefonjával, minek. Meg nehéz is a gép, már nem vagyok fiatal. De a covidos időkben most hirtelen, amikor főleg az első részben, amikor nagyon magára volt utalva az ember, ugye nem mehettünk még egymás közelébe se nagyon, akkor elkezdtem vinni a gépet magammal. Meg van egy ilyen régi indexen, egy ilyen fotós kör, ahova szoktunk irogatni páran, és akkor oda elkezdtem rakni, és akkor a többiek is elkezdtek fotózgatni, hogy hol jártak, miket. Szóval mostanában inkább ilyeneket, a kirándulásaimról csináltam ilyen képeket, hogy hol jártam, mint ezt próbáltam bemutatni. Például a repülőszárnyak, a budaörsi dombok, most van egy olyan albumod, éppen ma néztem, hogy én is rengetegszer jártam már ott, készítettünk fotót, ugye milyen a turista fotó, meg milyen egy fotós szemével ez a fotó. Azt mondd meg, hogy te miért így láttod a repülőszárnyakat, és ezt a képet én nagyon megjegyeztem magamnak, mert nagyon tetszett ez a látásmód. Ott igazából nagyon jók voltak a fények abban a pillanatban, az volt a lényeg. Elég, azt már többször próbáltam fotózni, elég nehéz úgy fotózni, hogy érdekes is legyen, szerintem sokan lefotózza. Ott inkább a fény volt az, ami hirtelen olyan szép volt. Volt ám egy nagyon jó objektív, egy nagyon nagy látószögű objektív, ami egy érdekes perspektívát is adott a képnek. Az emberek azt hiszem, például a természetfotó is az pillanatokat örökít meg, szóval az se egy olyan, hogy leülök, és akkor ráérek csinálni. És a szarvas, oda rendeled a szarvast, mert láttam, mert gyönyörű. Állandóan figyelni kell, de a fény is egy másodperc alatt megváltozik, elég kúcik egy fel, szóval ott is egy ilyen, ott is nagyon észnél kell lenni, és nagyon gyorsan kell reagálni mindenre, ha ilyet akar fotózni az ember. Szóval az se egy ilyen nyugodt, hogy elmerülök, ráérek, beállítgatom a gépet, majd szépen megcsinálom, hanem ott is figyelni kell, gyorsan kell reagálni dolgokra, az ember lát valami érdekeset, vagy szépet, szóval az se egy ilyen nyugodt fotózás igazából. Hát ha éppen arra szalad egy őz, és meg tudod fogni azt a pillanatot, hogy keresztül fut az úton. Hát igen, az ember próbálja keresni, hogy fusson már előtte keresztbe az őz. Akkor hosszabbsan kell ott már sétálni, hogy hát mondjuk... az ember már úgy ismerte a helyeket, hogy hol szoktak őzek lenni, honnan tudom kiriasztani őket. Próbált az ember úgy megközelíteni, hogy... De hát azért nagyon jó érzés fotókat nem sikerült csinálnom. Azért egyet én találtam, most ugye az albumban láttam, amikor nézegettem. Van-e még olyan téma itt Török Bálinton, vagy olyan látnivaló, vagy éppen fotóznivaló, amit te meg szeretnél azért örökíteni? Mert hogy hát kor dokumentum lesz belőle valamikor. Hát nem, feltétlenül nincsenek ilyen céljaim most már, hogy ilyeneket megörökítsek.
Ha valaki mond egy témát, vagy megkér, akkor azt szívesen megcsinálom. Mindig is ilyen szerettem, ha van téma is körül, szóval nem lápurlá neki állni a dolognak, hanem szerettem megbízások alapján megtervezni. Én nem művész vagyok. Én ezt a nyelvet beszélem. Nem a legjobban, mert nálam vannak, akik sokkal jobban beszélik ezt a nyelvet, de valamilyen szinten az átlagnál jobban beszél. Ez olyan, mint a beszédnyelv, ezt is különbözőképpen beszéljük. Ugye van, aki költő, van, aki író, van, aki makog. Sajnos a látás is olyan, az emberek azt hiszik, hogy nem, de egészen másképp látunk, ezt is kéne tanulni. Hogyan látsz? Mert te másképp látsz. Hát valószínűleg másképp látok. Legalábbis ilyen tanulmányok ezt mondják. Fényeket látok, tónusokat. Más emberek például belelátnak az árnyékokba, én nem feltétlenül látok az árnyékokba, nem nézek bele az árnyékokba, ő belenéz az árnyékokba, és részese veszi a tónusokat, amiből ugye fölépül az egész. Szóval valószínűleg, aki ilyenekkel foglalkozik, egy grafikus, festő, fotós, az egy kicsit másképp látja a világot, mint egy halandó, és akkor ugye ebbe is vannak szintek, vannak a kifejezetten komoly művészek, akik aztán végképp nagyon jól látnak. Én egy szakmunkásnak tartom magamat, egész életemben ezt csináltam, ehhez értek, ez az, ami nekem fekszik, ezt tanultam. Mi az arszpoétikád? Mit üzenek a te képeid? Mit tudnál annak mondani, aki most éppen nekiállna éppen fotózni? Hát ezt mindig tanulni kell. A fotózás is olyan, hogy embertől függ ki, hogy ez egy filozófia, szerintem. Ez nem egy szakma, illetve hiába egy technikai dolog, nem mindegy, hogy hogy állok, hogy közelítem meg a képet. Hogy nekem az a fontos, hogy a kép tűéles legyen, vagy az, hogy megfogjak pillanatokat, az, hogy a képem óriásira lehessen nagyítani, vagy inkább kicsit elmosódottabb, de mégis érdekesebb. Nem mindegy, hogy hogy áll az ember a fotózásnak, mert egész más eredmények jönnek ki. Szóval egy ilyen merev fotózásban, amikor nagyon az élességre megyek, nagyon a jó felbontásra megyek, egészen más képek jönnek ki, mint amikor engem annyira nem érdekel, hogy nem olyan tűéles a kép, nem nincs olyan jó felbontása, egy kicsit zajos, de egészen más részét tudom megörökíteni a világnak ezáltal. Filozófiai kérdés igazából, hogy kezeled a gépet. Annak egy nagyon exakt dolog, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mentalitással állsz neki. Szóval ha nagyon, nagyon műszakiasan veszed ezt a dolgot, vagy inkább ez csak egy eszköz, amivel meg tudod mutatni a világot. Szeretem a technikát, nagyon élvezem a fényképezőgépeket, bár én nem értek ezekhez sem, mert nem ismerem a lencse törvényeket, meg az összes ilyen fizikai tulajdonságát tőlem ne kérdezze senki. Tudom a beállításokat, érzem a dolgokat, de nem, ugyanígy voltam, én azt hittem, soha nem leszek fotós, amikor elkezdtem ezt a második részét ennek a fotózásomnak, amikor hirtelen átálltam a digitálisra, meg kiszámoltam, hogy most már kezd a digitális kifizetődőbe lenni anyagilag, mintha analógra fotózok, és hát akkor minden számítógéppen működött, és látom, hogy nagyon sokan foglalkoztak vele. Hát mondom, én itt labdába nem fogok tudni rugni a végén. Aztán rá kellett jönnöm, hogy igazából nagyon nagy előnyöm van, mert én a képet látom, ezeken a fórumokon is érdekel, hogy milyen beállítás, hányasra állítsam, hova húzzam, meddig húzzam a csúszkát a Photoshopon, de igazából azért kell, mert nem látják a képet, nem tudják, hogy mit akarnak, nem látnak képileg. És úgy nagyon nehéz fotózni, szóval nem maga a technika nehéz megtanulni, hanem megtanulni, látni, hova húzzam a tónusokat, mit akarok elérni, mit akarok megmutatni. A fényképezőgép minden hiedelemmel ellentétben nem a valóságot örökíti meg, hanem egész másképp lát a fényképezőgép, mint az ember szeme. Mi sokkal több mindent látunk, alkalmazkodik a szemünk. A fényképezőgép csak egy bizonyos tónus szinteken belül lát, azt ki kell egészítenünk, meg valaki belerak egy algoritmust a színekről, meg hogy mit csináljon a gép, ha megnyomod, meg ha ezt érzékeli, akkor az hogy jelenjen meg.
De hát ez nem a valóság, az se lesz a valóság, amit én csinálok utána, az is egy, az lesz a képből, amit én látok. Nagyon műszaki dolognak néz ki, ez egy nagyon filozófikus dolog a fényképezés. Szóval közel sem egy exakt dolog, nagyon szeretnek általában műszaki dolgokkal foglalkozó emberek fényképezgetni mostanában, de ha nem látja, nem tudja, hogy mit akar a fényképezőgép, nem ő csinál valamit, de az soha nem lesz jó, ha az, aki csinálja a képet, nem tudja, hogy mit akar elérni vele, hogy akarja csinálni. Szóval nem egyszerű fotózni, és az ember mindig tanul. El kell kezdeni, akinek jó szeme van, nagyon jó fotós lehet belőle, akinek jó műszaki érzéke van, nem biztos. De ha valakinek jó műszaki érzéke is van, meg nagyon jó szeme, az szerintem zseniális fotós lesz a végén. Mit szólsz, amikor így szelfizgetnek, okostelefonnal kattingatnak? Hát szerintem születnek jó képek is, a nagy része nyilvánvalóan felesleges, mert teljesen butaságokat fotózunk le, és valószínűleg környezetszennyező is, mert ugye ezeket tárolni kell valahol, ami ilyen felhőkbe tárolják, ami eléggé szerintem környezetkárosító, állandóan ütést kell biztosítani. De például nagyon jó képek, sőt, vannak, akik okostelefonokkal fotóznak kifejezetten, és nagyon jó képek. Nekem van egy-két selfie is, ami tetszik, én nem vagyok úgy ellene, én nem csinálnám. Ha lenne még egy olyan utolsó gondolat, amit még megosztanál esetleg a Buda környéki tévé nézőivel, mi lenne az? Hát szerintem, hogy csak kezdjen el mindenki minél többet fotózni, de úgy kezdje el, hogy először a vizuális látását kezdje el fejleszteni. Nem a fotógép a fontos az egészben, hanem az, hogy ő hogy látja a világot. Ha nem látja sehogy a világot, vagy nagyon egyszerűen látja a világot, akkor nagyon egyszerűek lesznek a képek. Ha egy kicsit bonyolultabb, akkor jobb. Ha még fejlettebb lesz ez a vizuális kultúrája, meg a vizuális beszéd mondja, akkor meg még jobb képeket fog csinálni. Szóval ne a géppel kezdje, a gépből először mindig a olcsóbbat vegye. Aztán majd, amikor már tudja, hogy mire használja, vagy mit akar vele csinálni, akkor majd úgyis vesz egy olyan fényképezőgépet, ami arra megfelelő lesz, mert a fényképezőgépek is azért eléggé különbözőek. Különböző feladatokra használhatók jól. Hát én nagyon megköszönöm, István, hogy beszéltél nekünk, meséltél nekünk a vizuális képlátásról, vagy erről a filozófiáról, és kívánom, hogy még sokat járkálj el az erdőbe, vagy épületeket, vagy éppen gyerekeket fotózzál, és még sok-sok képet szeretnénk látni tőled, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy rám gondoltál.